És ezúttal Monc Attilát köszöntjük nagyon-nagyon nagy szeretettel újra köreinkben, aki jól megérdemelt pihenőjét tölti, nem messze a Balatontól, és akit ugye jól ismerhetek nyilván a Sport TV műsoraiból, de ezen kívül a Karanténkastból, vagy éppen ugye a Lesen vagyunk podcastből is. Úgyhogy azt hiszem, az sem lesz meglepő, hogy mivel foglalkozunk elsősorban majd ezen a héten, hiszen ugye következik hamarosan az Európa Liga döntője, vasárnap pedig a Bajnokok Ligája fináléja, és hát mi is adósak vagyunk még ugye jó néhány azóta lejátszott mérkőzésnek a megrágásával, amióta utoljára beszélgettünk. De mielőtt belevágnak ebbe az egészbe, tényleg Attila, hogy vagy és merre is vagy egészen pontosan? Sziasztok, először is köszönöm szépen a meghívást. Én pillanatnyilag nyaralok egy Fővenyes nevű kis településen a Balaton északi részén. Állandó lakosok száma kb. 20. Tehát voltál már itt tárgy a nyáron, amennyire én emlékszem. Tartottunk, hát hál' Istennek azért maradtak meg egy emlékezetes pillanatok belőle, tartottunk kihelyezett tábértekezleteket. Igen, figyelj, ez egy tök hangulatos kis település, minden előnyével, azzal, hogy összességében pedig egyszer fordult olyan elő, amire én emlékszem, bár az úgy pont két vagy három hete volt, hogy bemondták a strandon, hogy na jó, ha még jön öt ember, akkor bezárják a strandot, mert többen nem férnek el normálisan. Mm. Tehát minden előírásra is igyekeznek figyelni, amennyire lehet. Nyilván vannak olyan extra dolgok, hogy parkolóhely az itt nagyon kevés van. A szlovák rendszámú autó úgy érezte, hogy neki a töltésen tök jó parkolóhelye lesz, és nagyon okos gondolat megfordulni egy érkező vonat előtt, yes. És még a vonatot tartotta hibásnak, hogy elvitte az autója hátulját. De hát ez... Ez is ez a vicc, ami volt, de nem baj, ez legalább tanul belőle, hogy nem áll fel a vasúti töltés a kocsival. Mielőtt itt belevágnánk a nagyon mély szakmai dolgokba, arról meséltek nekem egy picit, hogy egyáltalán a ti várakozásaitokat mennyire váltották be ezek a tornaszerű befejezések a két sorozatban, meg egyáltalán milyen körülmények között láttátok a meccseket? Hát nekem nagyon tetszik egyébként ez a torna. Ugyanúgy, mint ahogy a bajnokságoknak is, amikor visszatértek a hosszú leállás után a játékosok, kellett egy kis idő, amíg belerázódott szerintem mindenki ebbe a formátumban, meg maga a mérkőzésekbe. Ahogy haladtunk előre, szerintem úgy voltak egyre jobbak, meg egyre több szempontból is érdekesek ezek a meccsek. Az pedig, hogy mennyire igazolta a várakozásokat, tehát ugye erről beszéltünk, hogy az Európa Ligában lényegében nagyjából abból a 3-4 csapatból került be kettő a döntőbe, amelyiket odavártunk, itt a papírforma szerint. A Bajnokok Ligájában sem beszélhetünk arról, hogy valami csoda történt itt a döntő párosítását illetően. Természetesen azért a Manchester City kiesése a Lyon ellen az szerintem elég sokakat meglepett, de hát a Bayern Paris Saint-Germain döntő szerintem a sorozat elindulásakor is egy olyan párosítás lett volna, amit be lehetett volna mondani, különösebben nagy kockázat nélkül. Max, akkor nem mondom be, hogyha a statisztikára figyelek, mint az állat. Mert ugye most 22 éve nem volt olyan döntő, ami most lesz vasárnap, hogy két bajnok játssza a BL döntőjét. Ugyanakkor azért lássuk be, hogy szerintem ennél mondtunk volna legalább öt olyan döntőt, ami valószínűbb. Amiből legalább kettőbb ott van a Liverpool például, hogyha mondani kellett volna valamit. Illetve, hogy az új gazdag csapatok közül előbb mondtam volna én biztosan a Manchester City-t döntősnek, mint a Paris Saint-Germain-t. Ahogy a formátum milyen, azért jobban szeretem az oda-visszavágós meccseket, viszont sokkal jobb mérkőzéseket hoztak összességében az egymeccses párharcok, mint amikre én számítottam. És nem csak azért, mert irgalmatlan mennyiségű gól volt, főleg ugye a Bajnokok Ligájában, de mondjuk az Inter Sáktára se lehet túl sok mindent mondani, hogy ott baj lett volna az 5-0-val. Ugyanakkor térjünk már vissza arra, hogy oda-visszavágó és jöjjenek a nézők. Tehát én már ezt várom nagyon. Igen, térjünk ezt a normalitásba. Most egyetlen egy dolog van még szerintem, ami nagyon-nagyon érdekes volt, meg szerintem mindannyian nagyon vártuk azt, hogy az egyes országokból érkező csapatok hogyan fogják majd, vagy lehet egyáltalán valami sormintát kitalálni arra, hogy milyenek lesznek a németek, milyenek lesznek a franciák, milyenek a spanyolok, milyenek az olaszok. Azt tudjuk ugye, hogy mindegyik országban azért kicsit másképp zajlott ennek a bajnoki rendszernek a lebonyolítása. A németek sokkal korábban befejezték, a franciák leállították, az olaszok az utolsó pillanatig húzták, az angolok is, és azt azért elmondhatjuk szerintem, ilyen rezüméként még itt a döntők előtt is, hogy igazából a frissesség, és én elsősorban a szellemi frissességre gondolok, ami megtapasztalható a német meg a francia csapatokon is, az többet ér,
az állandó mesterhelésnél, és annál a kizsigerelt állapotnál, ami a többi csapatnál megvolt. Hát ez így van, ugyanakkor az meg egy plusz zseniális húzás volt például Hansi Flicktől, ugye Bayern július 4-én játszott a BL újrakezdése előtt legutóbb tétmeccset, ugye akkor volt a német kupa döntője. És utána Hansi Flick nem szórakozott. Mindenkit elhajtott 12 vagy 13 nap olyan szabadságra, hogy nem is kellett se edzeni, se futballal foglalkozni, se semmi. Visszajöttek, és gyakorlatilag ott folytatták, ahol abba hagyták előtte. Igen, érdekes, hogy tényleg én ilyen szempontból a Bayernt feltette még a legjobban, hogy hogyan lehet újra felállni egy ilyen kiagyás követően, de tényleg, tehát úgy tűnik, hogy ez lehetett a legjobb recept tényleg az alapján, ahogyan játszottak ezeken a mérkőzéseken. De mielőtt tényleg belevágnánk itt a meccsek elemzésébe, vagy egyáltalán az eseményekről való beszélgetésbe, térjünk vissza az Európa Ligában már csak itt az időrendi sorrend megtartása véget is, meg nyilván ugye ez lesz az első mérkőzés, amelyet játszanak majd ugye pont ma este, amikor beszélgetünk. Önmagában azt hiszem ez a párosítás Sevilla Inter olyan nagyon nagy meglepetést nem jelent. Nem is tudom igazából egyébként, hogy mi volt a legmegrepőbb része ennek az Európa Liga tornának, amit ki érdemes emelni azokból a mérkőzésekből, amelyeket láttunk eddig. Azt hiszem, hogy tényleg talán maximum bármelyik a Manchester Unitednek itt a teljes szezonját látva, azon nem lepődünk meg szerintem, hogy kiestek. Maximum azon, ahogyan kiestek a Sevilla ellen, mert azért azt a meccset megnyerette volna szerintem a United bőséggel. Simán, benne volt az is. Itt most nem tudom, arra gondolsz, hogy a tornán volt-e meglepetés, vagy ugye az egész Európa Liga szezont tekintve? Talán érdemes most már inkább a tornán elmaradni, nem? Mert az Európa Liga az mindig hoz meglepetéseket. Ja, persze, meg hát itt az Olympiakos Arsenal elleni győzelme az szerintem kiemelkedik. Abszolút. Mindenképpen itt a meglepetések közül is, amik az Európa Liga szezonban voltak. Itt a tornán én szerintem nem történt semmi olyan, ami egy ilyen nagyon nagy meglepetésnek lett volna mondható. Hát a Sevilla brutálisan meggyőző volt. Ugye a Róma elleni mérkőzésről is ez elmondható volt, ott semmi esélye nem volt például a Rómának. És én azt mondom, hogy a United ellen sem érdemtelenül harcolta ki a döntőbe kerülést. A Sevilla az valami egészen hihetetlen, hogy ez a csapat mennyire arra van trenírozva évről évre, hogy ezekben a versenyhelyzetekben, ezekben egészen fantasztikusan jól teljesíthet. Tényleg egy igazi Európa Liga specialista. De egyébként a BL-ben is emlékezhetünk arra, hogy még ugye Montellával szintén a United ellen sikerült. Ez valami, nem tudom, a génjeikben hordozzák ezt. Ezt akartam mondani egyrészt, hogy a Sevilla akár két meccses, akár egy meccses élet-halál párharcokra baromi jól fel tud készülni, főleg nyilván az Európa Ligában, mert ez a Sevillát A kategóriás európai élcsapatnak nem merném mondani. De ilyen B tetejének igen. Mert az A kategóriában, ugye a BL-ben azért ők olyan többször nagy menetelést nem mutattak be. Tehát mondjuk a PSG, vagy ezek sokkal többször. Mondanám, ugyanakkor ami engem meglepett, az, hogy a Manchester United játékban biztosan nem tudta folytatni azt, ahogy a Premier League-et befejezte. Tehát akár a Linz elleni visszavágóra gondolok, akár a Kopenhága elleni hosszabbításra gondolok, és aztán ugye a Sevilla elleni kiesésre gondolok. Tehát szerintem ők nem tudták megugrani azt, hogy ezt a hazai formát át kéne menteni a nemzetközi poronda is. Itt szerintem azért azt nagyon fontos megjegyezni, és pont ennek a frissességnek a hiányáról lehetett beszélni szerintem több csapatnál is, hogy itt a United egy hihetetlen, írtatlan nagy menetelés mutatott be a leállás utáni időszakban, ugye gyakorlatilag itt a hetedik helyről jött előre a harmadikra a csapat, és szerintem ez nagyon-nagyon sok üzemanyagot pazarolt el, vagy hát nem volt ez pazarlás, hiszen megvan a Bajnokok Ligája indulás, amire szerintem igen, nagyon kevesen számítottak. Szerintem ezután óhatatlan az, hogy valami fajta tompaságnak jelentkeznie kell, és én ezt a fajta tompaságot láttam abban, amit Ati mond, hogy nem tudta ugyanazt hozni. Igen, nem volt olyan éles ez a csapat, meg nem volt olyan szemkápráztató a támadó játék, mint oly sokszor itt ebben a júliusi időszakban.
Igen, erről a Sevillaról annyiban mindenképpen érdemes beszélni, hogy ahogy Attila is mondta, és nem is lehet nyilvánvalóan igazi A-kategóriás vagy első vonalas európai csapatnak nevezni, de tényleg nem véletlenül használjuk mindig vele, vagy én legalábbis nem véletlenül használom velük kapcsolatban mindig ugye az üzleti modell kifejezés, hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez a tökéletes marketing egy ilyen Európa Liga menetelése a csapat számára, hogy aztán a legjobb játékosait még éppen megfelelő áron tudják értékesíteni, csak ebből pont az is származik, hogy aztán nem is tudják együtt tartani ezt a keretet, és nincs is arra predesztinálva ez a csapat, hogy aztán ennél komolyabb sikereket elérhessen, pontosan ezért. Tehát tulajdonképpen ezek a sikerek emésztik fel, aztán ha úgy tetszik ezt a Sevilla keretet, nem? Hát a Sevillájét is, meg az, hogyha belegondolsz, a Lyonnél is ez a sors vár például. Hát most a főleg, hogy ők ugye nem tudnak a Bajnokok Ligájában indulni. Hát meg sehol, tehát ugye meg sehol, 97 óta először fordul elő. Igen. És ennek a csapatnak egyébként, majd biztos beszélünk a Lyonról többet, hát nagyon sok piacképes labdarúgója van, és ha már itt ugye A-kategória szóba került, akkor ott vannak A-kategóriások közöttük szerintem. Hú, egészen. Igen. Az valami egészen elképesztő szerintem, hogy ez a belső középpályája a Lyonnak 22-22 és 20 éves játékosokból áll, és az, hogy valaki ilyen szinten nyomásálló legyen már ennyi idős korban, az, hát szerintem utoljára, most nem akarok hízelegni neked, Attila, de Toni Kroosról volt elmondható. Tehát, hogy tényleg elkezdtek. Nekem Alfonso Davis-szel sincs sok bajom, csak ő egy sorra hátrébb egyszer. Tényleg vissza szerintem majd a Bajnokok Ligájára, de maradjunk még azért az Európa Ligánál, meg a döntő résztvevőjéről, már csak azért is, mert ugye az Interről, meg a Sáktárról még ugye nem is nagyon beszéltünk, már pedig érdemes. Az nekem nem, vagy számomra az nem meglepetés, hogy az Inter jutott be a döntőbe, szerintem senki számára sem. Az, hogy ennyire sima lett aztán ez a meccs a Sáktárral szemben, az már inkább, és még csak azt sem nagyon merném mondani egyébként, hogy ez a Sáktár ne játszott volna jól, vagy persze, oké, összeomlottak a meccs végére, de szerintem ez az eredménye sokkal inkább mutatja az Inter erejét, sem mint az, hogy a Sáktár lett volna gyenge ehhez a feladathoz, mert szerintem rájuk se lehetett alapvetően panasz ezen a tornán. Nem vagyok Inter szurkoló, még mielőtt félreértés esik, de azért az Inter, ez egyre inkább kezd olyan Interre hasonlítani, amely a Juventusnak elég komoly kihívója lehet egy egész idényen keresztül a következő szezonban. Igen, ugye viccesen hozzátetnénk, hogy ugye most is csak egy ponttal maradtak le a bajnoki címről, más kérdés, hogy mi lett aztán az utolsó néhány fordulóban a Juventus-szel ebben a szezonban. De mondom, én abszolút az egész évben már idén is arra számítottam, hogy azt vártam volna, hogy ők tényleg valódi harcban lehessenek a bajnoki címért. Ez tényleg a mutatott játék alapján is most már tényleg úgy néz ki, hogy ez az Inter nem tudom, későn állt össze, vagy másként álltak hozzá ehhez az Európa Ligához, mint mondjuk a bajnokság lezárásához. Én szerintem trófea kell nekik, amikor van egy elég gazdag tulajdonosod, neki azért kell valamit mutatni is. Tehát neki az, hogy nyersz egy nemzetközi kupát, az szerintem több értékkel bír, mint az, hogy elmondhass magad, hogy de szépen helytáltam a nemzetközi porondon, vagy hagyjuk a nemzetközi porondot, mert fontosabb a bajnokság. Ráadásul most ugye nincs, ami fontosabb legyen, mert nincs más. Igen, ez eleve egy elég unikálisnak mondható helyzet. Te számból vetted ki, hogy igen, a trófea nagyon kell az Internek, már csak annak az igazolására, hogy mennyire jó úton jár ez a csapat. Azt azért ne felejtjük el, hogy a pénz az eddig is rendelkezésre állt, most már hosszú évek óta az Internél, erről sokat beszéltünk. Ott is majdnem olyan végtelen gazdagságról beszélhetünk egyébként, ezt ugye sokan azért elfelejtik, mint a Paris Saint-Germainnél és a Manchester Citynél. Talán most nem akarom megsérteni a másik kettőt kicsit kevesebb trükközéssel, és az igazi szakmai munka, meg az igazi szakmai színvonal, én azt gondolom, hogy Beppe Marotta érkezésével jelent meg az Internél. Ő ugye az a szakember, aki a Juventust is felépítette, onnantól kezdve, hogy 2010-ben oda került a csapathoz, de ott is ugye először Luigi Del Neri volt a kiválasztott edző, és egy hetedik helyen indult, és nagyon kevesen gondolták, hogy ebből egy ennyire jól felépített projekt lesz majd. Itt az Internél az, hogy későn állt össze, szerintem ahhoz képest, hogy milyen szemléletbeli változtatás történt a csapatnál, mennyi új játékos érkezett, Conte viszonylag sajátos módszereit, mennyire sikerült az első pillanattól kezdve átvenni a csapatnak, ahhoz képest ez egy viszonylag gyorsan végbe menő változás volt, és ha ez mondjuk Európa Liga trófeával párosul mindjárt az első év végén, akkor,
akkor szerintem mindenki úgy elégedetten dörzsölheti a tenyerét, hogy na igen, tehát valami ilyesmire gondoltunk, és azzal kiegészítve, amit itt előbb Attila is mondott, hogy igen, tehát hogy ez a csapat, hogyha így marad, akkor nagyon komoly kihívója a Juventusnak, sőt, még azt sem lehet állítani feltétlenül, hogy nem az első számú esélyes a szériában. Így van. Még egy gondolat elejéig konténi, hogyha legyökereznénk. Én azt gondolom, hogy neki személy szerint is fontos az, hogy nyerjen valami eszközit. Tehát azért az ő kvalitásai, az formátumához hasonló edzők többségének azért már van nemzetközi trófeája. Hát az olaszországi megítélésén is biztos, hogy nagyon sokat változtatna, mert ez az első számú dolog, amit a szemére lehet vetni, főleg a Juventusos regnálása kapcsán. Ez így van, és szerintem önmagát is baromi jól tudja most motiválni erre a sorozatra, illetve a csapatát is baromi jól tudja motiválni. Meg aki szerintem megkerülhetetlen ebben az Interben, az Eriksen. Tehát hiába rúgdossa Lukaku a gólokat, szerintem Eriksen volt az, aki megadta azt az utolsó lökést ennek a csapatnak, hogy szintet tudjon lépni felfelé. Lehet, hogy én láttam rosszul, mert nem láttam az összes Intermeccset ebben a szezonban, az biztos. De pont ezt akartam, hogy ez az érdekes, hogy ugye ez az Inter azért alakult rendesen még ugye itt a téli átigazolási időszakban is. Erikszerről is érdemes beszélni meg az ő helyzetéről, mert ugye pont itt ezekre a meccsekre ilyen új szerepkört kapott Contétől, hogy ugye csereként beállítva a meccsek végén tudott még új impulzust hozni a csapat játékába. Igen. De szerintem érdemes beszélni azért Ashley Youngról is ebből a szempontból, aki ugye szintén később csatlakozott ehhez a csapathoz, illetve Bastoniról, aki bekerült a védelembe, és ugye kívül tartott a Milan Skriniárt, amire szerintem azért nem tudom, hogy egyáltalán ez mikor vált állandóvá az internet, de elég egyértelműnek hatott itt Conte számára, aki ugye nem is nagyon változtatott a kezdőjén már az Európa Liga kieséses szakaszban, amikor újraindult a sorozat. Szóval róluk szerintem egy kicsit talán érdemes még külön beszélni. Meg önmagában a döntésekről, a döntések hátteréről, hogy egyáltalán hogyan is alakultak ezek. Itt ugye Conte kapcsán, igen, az nagyon-nagyon is fontos, és mindenképpen elmondandó dolog, hogy neki borzasztóan kell az európai trófea, bár ő azzal szokott védekezni, amikor ugye azzal korholják őt, hogy mondjuk nemzetközi szinten semmi maradandót nem tett le, hogy hát azért az olasz válogatottnál az voltak kisebb sikerei, és ott azért mégiscsak nemzetközi futballt kellett játszatni a csapattal, mert ugye ez az egyik állandóan visszatérő motivum Conte bírálatakor, hogy hát ő azért ezt az egy formációt tudja, ami Olaszországban, meg egyszer ugye Angliában működött a Chelsea-vel, de nagyon nem tud belenyúlni. Eriksen azért kulcsember, és kulcsszereplő ebben az egész történetben szerintem, mert Conte miatta volt hajlandó a saját kicsit dogmatikus elképzeléseit megváltoztatni onnantól kezdve, hogy ő érkezett, és helyet szorított Eriksennek a csapatban. Volt, amikor kezdőként, volt itt az Európa Ligában, amikor csereként, és egy egészen másfajta futballt is játszik akkor az Inter, amikor Eriksen pályán van, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És egyébként itt Gasperinit nem véletlenül kellett belekeverni szerintem ebbe a történetben, mert például építkezésben, és itt van különösen nagy szerepe Bastoninak kontra Skriniárnak, építkezésben szerintem ez az Inter sokkal inkább hasonlít most már az Atalantára, mint korábban a Conte-féle csapatokra. Építkezésben egész egyszerűen azért, mert a hátuljátszó három védő sokkal inkább kiveszi a részét meglehetősen aktívan a támadások felépítéséből, ami egy kockázatosabb futballt jelent, de ugyanakkor látványosabbat is, és ez nagyon szép lenyomata volt ennek szerintem a Shakhtar elleni elődöntő. És itt az, hogy nem most idézem, felejtsük lassan azt, hogy olaszos foci, mert például a Covid időszak utáni visszatérésben azt hiszem az olasz gólátlag volt a legjobb a top bajnokságok közül. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ti mennyire örültek annak, hogy ez a napjaink futballja az azért sokkal inkább elmegy a több gólos meccsek felé, mint az taktikai 1-0-ák felé? Szerintem ez alapvetően a többség számára mindenképpen pozitívum. Mert egy közös barátunkra, Szaniszló Csabival szoktunk erről néha-néha beszélgetni, hogy ezt mit cserélni, és ő az 1-0-ákat jobban szereti sokszor. Nyilván ő olasz beosztottságú, tehát ez egy másik dolog. Hát ebben azért hasonlók vagyunk Csabival. Csak sikerült kiprovokálni végre. Igen, én a
8-2-ket nem szeretem, ezt bevallom. Tehát, hogy... Igen, én bármelyik meccsüket hajlandó vagyok megnézni, ami 8-2-re végződik, nem baj. Nem tudom, én nekem... Amikor mindenkinek szerintem automatikusan ez a 7-1-es Németország-Brazília ugrott be annak a meccsnek a kapcsán, én azt sem szerettem meg ezt a 8-2-t sem, és nem azért, mert a Bayern nyert, hanem én is jobban szeretem azt, amikor valami nagyon apró momentum dönt, amikor látod azt, hogy hát nyilván az emberek az izgalmas meccseket szeretik, és azért egy ilyen elpáholás, tényleg egy kicsit már ilyen szekunder szégyenérzet is van az emberben, hogy szerencsétlenek meg. Nem kaptak tízet, tehát ne legyen. Vagy kaptak, akkor is 100%-os helyzet kihasználás. Igen, de nyilván más. Tehát... Amikor a földön fekvőt rugdossák még háromszor a pokróc alatt, hát ez nem jó. Nézd, én őszintén megmondom, én gyerekkoromban ilyen 5-6 évesen kezdtem el első osztályú magyar bajnoki meccsekre járni. Nekem megvolt az óriási szerencsém, hogy én Győrben a Verebes-féle első korszakban kezdtem el meccsre járni. És én ott ezt láttam, hogy mindenkinek annyit kell rugni, amennyit lehet. Mert a szurkoló azért megy ki a meccsre, hogy megkapja a befektetett pénzért a maximális kiszolgálást. Ezzel nincsen baj, és... De mondjuk ilyen szempontból pont ez az Inter-Sektár is ugye más meccs volt, mint a Bayernnek a 8-2-es győzelme. Pontosan azért, mert ugye a meccs végére... Az Inter-Sektáron, nem a Bayernen. Persze. Tehát, hogy igazán, hogy a meccs javában még azért szorosnak nevezhető volt, vagy még el tudtad képzelni, hogy esetleg valami történik, aztán a végére nyilván az Inter azért megszórta magát. Meg a másik az, hogy a Bayern... Húzta a kéziféket a Bayern, most a Lyon ellen. Én az Intert mondtam. Tudom, csak azt mondom, hogy mondtad, hogy az a jó, hogyha mindig annyit rúg a csapat, amennyit tud, csak ugye ez abban megváltozott szerintem a mai futballban, most tudom, hogy ez úgy rosszul hangzik, amikor már így kezdődik egy mondat, de hogy azért mindenki most már sokkal inkább gondol arra, hogy mi lesz 3 nap múlva, mi lesz a jövő héten, és itt szerintem például ez jelent meg tökéletesen a Bayernen a második félidőben a Lyon elleni 2-0-ás eredménynél, hogy tehát hogy keresik a részt, meg hogyha van esély, akkor támadunk, de ott azért szerintem az nem volt 70%-nál több, amit a Bayern. Én azt hittem a Twitter, és fenntartom, hogy ez egy árbejtszíg volt, tehát hogy ilyen munkás győzelem, semmi több. Tudták, hogy ezen a meccsen nem fenyegeti őket veszély, ugye az első fél időben egy hangos szó nem lehetett volna, hogy amikor ugye Gnabry beleúgta az elsőt, akkor 0-2-re áll a Bayern. Szerintem senki nem szólt, hogy büdös szót se, mert a Lyon addig úgy futballozott. Jó, mindjárt átérhetünk tényleg itt a Bajnokok Ligája meccsekre, egy picit még azért maradjunk annyiban az Európa Ligánál, hogy mit vártok ettől a döntőtől, mert alapvetően amit láttam én az Intertől itt a kieséses szakaszban, vagy egyáltalán az újraindítás után, az több mint biztató és több mint meggyőző. A Sevilla esetében ezzel kapcsolatban annyira nem tudnék magabiztosan nyilatkozni, de azzal kapcsolatban igen, hogy szerintem ez egy jó meccs lesz. Én lehet, hogy meglepőbb, én Sevilla győzelmet várok. Meglepsz, valóban. Szerintem nem lenne senki számára meglepő, hogyha a Sevilla nyerne, mert pont azért, amit beszéltünk, hogy ezekben a helyzetekben ők valahogy mindig képesek a legjobbat kihozni magukból. Csak erre nyilván nem lehet építeni alapvető. Meg ugye Conte is ezt mondta itt most a sajtótájékoztatóban, hogy nyilván nagyon szép, hogy 5 győzelme van már az Európa Ligában a Sevillának, de nyilván ennek sok köze ehhez a holnapi meccshez nem lesz. Ami ugye a mai meccs egyébként, de ez ne zavarja. Ja, jogos, igen. Én még nem tudom, hol alszom. Tehát nézd, nem tudom, tehát amit mondok, a Sevilla összességében ezzel a csapattal több rutint szerzett abba, hogy kell do or die meccseket megnyerni, mint ez az Inter. Lehet, hogy vannak benne olyan játékosok, sőt nyilván biztos vannak, hiszen Eriksen kulcsembere volt még a Tottenham tavalyi menetelésének, de ez a Sevilla csapatként is tudja azt, hogy egy meccsen hogyan kell megnyerni, ami főleg döntő. Az Internek szerintem csapatként ebben kisebb tapasztalata van. Kisebb tapasztalata, és talán több veszíteni valója itt az imént említett okok miatt. Az Internek nagyon kell a trófea, Conténak nagyon kell a trófea, néhány játékosnak nagyon kell. Míg szerintem a Sevillán ugyanez nem mondható el, de javítsatok ki, hogyha nem így látjátok. És még egyet hadd kérdezek, ha már ilyet hoztál föl. Conténak mennyire kell azért a trófea, mert nyugodtan mondhatják azt neki, hogy kisfiam, 1-2-3 csapatnál alátoltak már mindent, a világ pénzétől kezdve minden, nem tudtál nemzetközi szinten érdemi
sikert ez elér. Érdekes egyébként, hogy a szempontból, hogy a Conte azt mondta, hogy ő neki azért bármennyire is döntős a csapata, félig van csak teli a pohár, mert ugye azért mégis csak az idézőjelben csak az Európa Ligáról van szó. Tehát ők ugye úgy jutottak ide, hogy a Bajnokok Ligája csoportjukból nem tudtak tovább jutni. Ez nyilván egy tök jó dolog ennek a csapatnak, meg a győzelemre tényleg szükségük van, de hogy ő még ennek ellenére is úgy fogalmaz erről, hogy neki azért oké, szép dolog az Európa Liga, de ott a másik trófeára, Final Four alapvetően. Hát mondjuk ahhoz, hogy ez összejöjjön, ahhoz meg kéne verni a Sparta Prahát, meg mondjuk nem úgy teljesíteni a csoportban, ahogyan az Inter teljesített. Még itt előttem vannak azok a, néztem a Twittert, amikor elkezdődött ez a Bajnokok Ligája kaland, és hát azért azt a savazást, amit az Internek meg az edzőjének ki kellett állni, az szerintem ott a csoportkör alatt, az egészen elképesztő volt. Tehát, hogy ez az Inter, emlékeztek arra a Dortmund elleni meccsre, amikor egy gyakorlatilag ilyen teljesen megnyert pozícióból tök simán elbukta. Ez a mai Inter, ez lehet, hogy nem tenne már ilyet. Nem? De pont tehát, ezt hogy... akartam mondani, hogy én ezt is látom egyébként ebben az fejlődött. Európai Kupa szereplésben is, hogy igazából Conte most ismerte meg teljesen a csapatát, meg a keretét, és mostanra állt össze a fejében, hogy melyik is az a csapat, amellyel számolnia kell, és ennek megfelelően is működtek ezeken a meccseken most itt Németországban. Igen, csak ugye a bíró szeptember 1-én vette a szájába a sípot, hogy elkezdődik a szezon. Nem, ez így van. Nem kicsit később. Igen, úgyhogy szerintem ez az Inter egyébként, tehát most azzal együtt, hogy itt megbeszéltük azt, hogy a Sevillának mi lehet az előnye, szerintem az Internek több olyan játékosa van, akikkel nem fog tudni mit kezdeni a Sevilla feltétlenül. Tehát egy Lukaku most az Lautaro. Hát ebben a formában szerintem majdnem minden védő számára tarthatatlan, így van, Lautaro Martínez is nagyjából visszatért ahhoz a formához itt a szezon végére, amit itt a szezon közepéig láthattunk tőle, nagyjából addig, ameddig a Barcelonával nem hozták őt hírbe. A középpályán is nagyon sok olyan játékos van, aki extrákat tud hozzátenni. Hát a védelemben... Barelláról szerintem mindenképpen beszéljük egy picit, mert ő nem, meglepetésnek nem mondjuk szerintem, mert azért láttuk rajta korábban, meg már a válogatottban is, hogy igenis érdemes rá figyelni, és itt ezeken a meccseken, meg amit hozzátett az Inter játékához, az nagyon nagy szerepet játszott szerintem abban, hogy itt vannak, és ilyen eredményekkel vannak itt. Igen, itt nagyon nem lennénk felrek, hogyha itt az előbb már behoztuk a lyoni középpályásokat. Barella nagyjából ugyanezt tudja, nagyjából hasonló korban egyébként, és azért ő egy Cagliariból került az Interhez, ami azért egy elég nagy lépcső, elég nagyot kellett ugrani a fölfelé. Szinte az első pillanattól kezdve én azt gondolom, hogy megugrott ezt, még annak ellenére is, hogy voltak sérülések, az elején akadályozták őt, és az elején nem is tűnt tökéletesen alapembernek Conte csapatában, de szerintem Conte végig látta benne a potenciált, és ezt sikerült is kihoznia belőle itt a szezon végére. Olyan szinten tud Barella ilyen fiatalon, egy ilyen az veretes keretben ritmust szabni a játéknak, az Inter játékának, amit én azt gondolom, hogy nagyon kevesen gondoltak vele kapcsolatban, és azzal, hogy mondjuk ott van helyenként Eriksen is mellette, azzal, hogy két ilyen játékosa van az Internek, nagyon kevés csapat tud mit kezdeni. Na, menjünk szerintem akkor tényleg a Bajnokok Ligája irányába, mert nyilván nem véletlen, hogy azért tűkörülve próbáltatok már ti is beszélni itt ezekről a meccsekről, meg akkor kezdjünk tényleg a Bayernnel szerintem már csak azért is, mert ugye sokat, meg a Lyonnal, mert ugye azért ezek a csapatok már itt bőven szóba kerültek a korábbiakban. Mennyire volt, most már látva főleg a Bayern elleni meccset, a Lyon bravúrja, hogy ide jutott ez a csapat, vagy mennyire volt az ellenfelek negatív bravúrja, hogy a Lyon elődöntős volt, mit gondoltok erről így a Bayern meccset látva utólag? Szerintem a Lyon megérdemelte. Tehát ők ezzel a csapattal mindenki ellen azt játszhatták, ami az erősségük. Hogy a Twitteren írta Szabó Krisztóf, hogy amíg az ellenfél akar játszani labdával, addig ez a Lyon baromi jó tud lenni. Mert vissza játékból kegyetlen erősek. És azért ezzel a mennyi 70 éves a három középpályás összesen, vagy még annyi se körülbelül? Hát még annyi se. 64. Akkor 64, most nincs előttem, mondom, szerencsére olyan vagyok, hogy se internet nincsen, se semmi, tehát nagyon jó, hogy ezeket nem kell számogatni. És megcsinálták azt, hogy a Juventus ellen tudtak eredménycentrikus focit játszani, hiszen tudták, hogy a 2-1 az, vagy 1-2, vagy csak nekik jó,
A Manchester City meg oké, van egy Raheem Sterling nevű félnyoltás, aki berúghatta volna azt a labdát 2 méterről, de nem rúgta be. És én egy dolog miatt nem örültem csak annak, hogy a Lyon jutott tovább, az az, hogy akkor a Bayern München megmérkőzhetne az általam legkevésbé szeretett 3 csapattal az egyenes késés a szakaszban. Így nem. Hát szerintem is legkésőbb itt a Bayern elleni meccsen derült ki a Lyonról, hogy nem volt érdemtelen egyáltalán az, hogy idáig eljutott. Simán kezdődhetett volna úgy egyébként a Lyon számára ez a meccs, mint ahogyan kezdődött a Juventus elleni visszavágó, vagy akár az első meccs is, hogyha még valaki emlékszik arra, illetve a City elleni. Tehát, hogy mind a kettő párharcban megszerezte a vezetést minden meccsen a Lyon, és azért ez egy nagyon frusztráló, nagyon kellemetlen élmény volt az ellenfeleknek. Nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy a Bayernnél hasonló helyzetben biztos nem tört volna ki a pánik, de azért másképp állnak oda. Erre nagyon kíváncsi lettem volna én is, és ugye nagyon közel volt ez a Lyon itt is. Tehát, kétszer is. Ugye volt Gnabry gólja előtt, és aztán utána jött a kapufa. Így van. Hát, egyébként arról érdemes beszélni, hogy amellett, hogy ugye beszéltünk erről, hogy meg is nevezzük őket, ugye Aouar egészen szenzációs, Bruno Guimaraes és Kakré, akik hát nagyon nehezen fogja tudni megtartani európai kupa szereplés nélkül a Lyon ezeket a gyémántokat, de hogy mondjuk olyan ügyetlen játékos, mint Toko Ekambi játszott-e valaha Bajnokok Ligája elődöntőt? Voltak ebben a csapatban olyan... Azért hajjaj. Jó, a Bayern Münchenből is tudok ilyeneket mondani, nem régre. Tehát, arra gondolj bele, amikor talán az az egyik klasszikus nyilatkozat, meg nem emlékszem már, hogy kimondta még régebbi Bayern Münchenről. A Bayern München ad a csapat, ahol még Hansi Flügel is világbajnok. Azt hiszem, hogy nagyjából ezek mondanak el mindent arról, hogy micsoda. Nézd, ha már Ekambit kipécéztük, azért azt ne felejtsük, hogy ez a csávó irgalmatlan sebességkülönbséget mutatott a Bayern védőihez képest. És a saját javára, nem a Bayern védői javára. Hát igen, hogyha 100 méteres síkfutás lett volna, akkor biztos a Lyon jut be. És azért lesz ilyen a döntőben is ilyen futóverseny. Legalább egy pár. Hát és ott úgy hívják, hogy ki legyen Mbappé, azt, aki nem is annyira ügyetlen a labdával, mint Toko Ekambi. És ugye ő rá mondjuk azt, hogy fiatal, na most futó versenyben őt egy ember tudja kezelni a Bayern München, aki még nála is fiatalabb lesz majd. Ugye, hát csak nem egy oldalon játszanak. Így van, tehát nagyon-nagyon kíváncsi, hogy ezt Flick hogy fogja megoldani. Tehát, hogy Kimichen hagyja Mbappét, aki viszont szerintem napjaink egyik legkomplexebb futballistája. Nem az Mbappé, hanem ki még félrejtesek elkülönségeket. Vagy valami más megoldást talál ki, mert nyilván az látszott ezen a Bayern Lyonon, hogy ez a védekezés a Paris Saint-Germain ellen ebben a formában kevés lesz. Mert hát nem főleg ott a második fél időben Zülével, és ez lesz szerintem igazán izgalmas kérdés, nem tudom Boatengel mi a helyzet, de hogy... Hát egyelőre aggódás van, de a várható kezdőcsapatban, amit ma adtak ki a kickernél, abban benne van. Aha. Mert hogyha viszont Pavard... beállítása az nem annak szólt egy kicsit, hogy lehet, hogy Kimmich megy vissza a szokott helyére? Vagy hát úgy most nem a mostanában szokottra? Én azt gondolom, hogy nem fog belenyúlni Flick végül is a kezdőcsapatba, és Zsinórban negyedszer ugyanaz lesz a kezdő a BL-ben. Mert nekem az esetleg eszembe jutott, hogy pont amiatt, hogy kicsit ott megerősítse a védelem jobb oldalát, Pavard bekerül, és Kimmich is tud segíteni, hogyha nagyon nagy... Nem tudom, én nem mernék kockáztatni egy frissen felépült játékossal, akinek eredetileg ennél hónapokkal hosszabb kihagyást jósoltak. Tehát ugye arról volt szó, hogy Kimmich szezonjának, vagy bocsánat, Pavard szezonjának vége, és majd a fene tudja, mikor tér vissza a következő szezonban. Ehhez képest első meglepetés berámolták a BL keretbe, második meglepetés játszott. Tehát ez így kicsit sok. Szerintem egyébként Pavard beállításának gesztus jellege volt, hogy játszan a franciák ellen. Tehát én inkább efelé tendálnék. Nem gondolnám arra, hogy 10 percet játszott talán, ha jól emlékszem, 81-2. percben. A körül, igen. Én ha azt akarnám, hogy teszteljem, és nézzük meg, hogy mennyire tudja megszállítani a jobb oldalt, akkor azért lehet, hogy egy 25-ot adok inkább neki. Lehet, igen. Van benne valami, igen. Így inkább akár neki, akár Tolisszónak a beállítása az annak szólt, hogy srácok, mutassátok meg magatokat, itt vagytok velünk, megérdemlitek, hogy játszatok,
játszottok a honfitársaitok ellen, játszottok a volt csapatotok ellen, ugye Tolisso esetében. De ennél többet nem mernék belegondolni, mert mi van akkor, hogyha Pavard nem tart még ott sebességben, hogy Mbappéval versenyre keljen. És ott senki akkor, nem tart. De Davis tartott, csak nem azon az oldalon van. De Davis sebességben szerintem Mbappé szinten van. Egész egyszerűen a Bundesliga leggyorsabb játékosáról beszélgetünk. Hát sőt, világszinten is egészen elképesztő az a tempó, amit ő produkálni tud. Nem, semmi, mondjuk ott aztán majd. Szóval én azt gondolnám, hogy ebben a Bayernben most azért nem szabad bele nyúlni Pavarddal, mert mi vagy, ha először elép mehet Mbappé, falt piros. És az bőven benne tud lenni a pakliban nyilván. Igen, tehát szerintem itt sokkal nagyobb szükség van Kimmich jobb hátvédes játékára, mint bármelyik korábbi meccsen. Hát igen, meg főleg azért nyilván egy Thiago Goretzka párosra sincsen nagyon panasz azért középen, és ebben főleg Goretzka az érdekes, aki ugye tavasszal tényleg nagyon jó formát mutatott. Ami egyébként nyilván elmondható az egész csapatra, és csak mondjuk ő az, aki talán ilyen szempontból a legmeglepőbb volt, nem? Oké, akkor hadd kérdezzek valamit. Az egyik német szakértő azt mondta a Lyon meccs után, hogy pillanatnyilag Goretzka a világ legjobb box-to-box középpályása. Na, erről mi a véleményetek? Hogy is fogalmazza, kicsi a minta olyan szempontból, hogy oké, tehát nyilván a Bundesligában láttuk, hogy milyen teljesítményűt, és ott tényleg ez abszolút elmondható volt, hogy ott a teljesítmény az abszolút dicséretre méltó, de nyilván ezek a mostani mérkőzések a legérdekesebbek ilyen szempontból. És most volt vele bajotok eddig? Nekem nem. Nekem nagyon nem. Nagyon jól játszott. Hát az, hogy a legjobb, most itt közben, amíg Ádi válaszol, gondolkoztam, hogy kit mondhatnék, aki egészen biztosan jobb nálam. Nyilván nehéz lenne olyat találni, akire egy ráböksz, és akkor azt mondod, hogy ő most a legkiemelkedőbb és a legjobb pillanatnyilag. Itt vannak olyan középpályások, akik nagyon-nagyon jó formában vannak, és itt lehet akár a Lyonból válogatni, itt az előbb említettek kapcsán, akik szintén fantasztikusan játszottak ezeken a mérkőzéseken. Lehet Barellát említeni az Interből, aki... Nekem is jutott eszembe egyébként. Igen, aki szerintem szintén fantasztikusan teljesített. Hát itt nyilván az a kérdés, és Goretzka esetében is az a kérdés, hogy ő egy egészen kiválóan felépített rendszerben tud működni. És itt arra lennék kíváncsi egyébként, és ti azért nálam sokkal többet láttátok a Bayern-t. Én itt most nyilván a BL-ben próbáltam árgus szemekkel követni az összes meccsüket, már csak azért is, mert nálunk én közvetítettem az összeset, hogy Flicknél láthatóan ez az állandóság is sokat segít abban, hogy a csapat így teljesít, ahogy. De hogyha szorult helyzetbe kerülne ez a Bayern, amit ugye nem láthattunk itt a találás utáni időszakban, akkor vajon mit tudna kezdeni Flick? Hát ha már itt az állandóságról beszéltünk, meg Flick csapatáról, akkor ugye ilyen szempontból mondjuk Perisic szerepe érdekes, aki itt egyértelműen bekerült ugye a csapatba a Bajnokok Ligája tornára, és ilyen szempontból ugye van még tartalék Kingsley Coman szemében, akit be lehet vetni akkor, hogyha szorult helyzetbe kerül ez a csapat, és ugye eddig nem nagyon kellett ezzel foglalkozni, és ez az igazán érdekes kérdés, hogy ha a Paris Saint-Germain ellen ilyen helyzet felmerül, akkor tud-e a Bayern ilyet lépni és változtatni, de az eddigiek alapján, vagy amit a Bundesliga-ban láthatunk tőlük, az alapján gondolom azt, hogy igen, és jó, persze a Lyon ellen nem kerültek hátrányba, de azért ott a mérkőzésnek az első negyed órája az tényleg necces volt ilyen szempontból, és ez sem roppantotta meg a Bayern-t. Jó, nyilván egészen más helyzet pszichológiai szempontból, hogyha tényleg bekapott gól után kell felállni, vagy hátrányba kerülés után kell felállni, de ez a csapat azért szerintem megmutatta itt ebben a szezonban, hogy bőven bírja az ilyen jellegű terhelést is, hogyha szükség van rá. Manuel Neuert kérdezték meg tegnap vagy tegnap előtt, hogy mi a különbség a 2013-as, már biztosan triplázó csapat között, meg a mai Bayern között, amelynek ugye esélye van a triplázásra. És Neuer azt mondta, hogy azért jobb a mai csapat, mert szélesebb. Uh-huh. Tehát sokkal több variációs lehetősége van Flicknek, mint annó volt Henkesnek. Tehát az sokkal inkább egy nagyon szűk mag volt, amelyik összeértés és baromira tudta egymás gondolatát. Most több a variációs lehetőség. És mondtad Komant, aki ugye elbukta pillanatilag úgy tűnik Perisicsel szemben az egyik szélső posztot. De nyugodtan mondhatjuk azt, hogy középhátvédben bármikor játszhat Züle is, aki fölépült, és aki az egyik legnagyobb nyertese volt a leállásnak azzal, hogy visszabírt térni a BL-ben.
A 13-as hős Javi Martinezről már nem is beszélünk, pedig nem lett szarabb futballista, és ő is bármikor játszott, akár a Doppelzexben, akár hogyha ég a ház, akkor a védelem közepén. Szóba se kerül a 80 milliós igazolás, ugye, Hernández, hogy ő hol van. Tehát, és ő is bármikor játszott. Egyetlen egy pozíció van, azt gondolom, ahol a Bayern München minden pillanatban megszorulhat, hogyha valaki agyorulja Lewandowskit. Így van, így van, így van. Minden más pozícióra van alternatíva. Gondolom, hogy nem fog játszani valószínűleg döntőben Pavár, mondjuk Züle, Hernández, Coutinho, Coman. Ez azért az nem rossz csapat. Az egy kis pályán ezt elfogadnád. Igen, és még Tolisztót nem is említettük. Például. Így van. Aki szintén azt mondom, hogy a világ top csapatai közül mondjuk a 80%-ban kezdő lenne. Úgyhogy igen, valószínűleg szélesebb a bázis, mert hát ugye itt akár ezt számokkal is alá lehet támasztani. Ez a Bayern a bajnokságban is, meg hát a Bajnokok Ligájában meg különösen jobban teljesített a 2013-as csapatnál, gólátlagban, pontátlagban, kialakított helyzetekben, egy csomó minden másban. Ami egészen elképesztő, szerintem már-már a felfoghatatlan kategória, itt pont készülve az elődöntőre utána nézegettem számoknak meg annak, hogy mikor fordult olyan elő, hogy valaki mondjuk veretlenül nyert Bajnokok Ligáját. Ugye, olyan Barca nem volt, volt legutóbb, nem? Igen, de ugye hibátlanul nem nyert senki. 9 csapatnak sikerült. De figyelj, de hát az, hogy valaki veretlenül nyert, ott is a maximum az volt, hogy 2 döntetlen. Igen. Tehát, hogy ettől most, meg hát az, hogy 11 meccsen rúghat gólcsúcsot a Bayern, az is valami egészen döbbenetes adat. Ugye a Barca 45-tel... Így van, és mi 42-nél tart a Bayern. 42, 10 meccsen. És azt képzeld el, hogy nincsen olyan csapat a mezőnyben, akivel találkozott a Bayern, akinek ne rúgott volna legalább egy meccsen 3-at. Hát ugye mindenki kapott legalább 3-at tőle, és az Olympiakos Piraeus az egyetlen olyan csapat, amelyik megúszta 2 gólos vereséggel a Bayern ellen. Mindenki más legalább egyszer megvett 3-mal a Bayern. Az Olympiakos ellen 3-2 volt kint, 2-0 Münchenben. Mindenki más kapott minimum egy 3 gólos zacskót. Igen, úgyhogy amit mindig szoktuk mondani. És amit mondtál, hogy rekordok. Másik rekord normális az, hogy Lewandowski 2 mérkőzéssel kevesebben döntheti meg Ronaldo 17 gólos BL csúcsát. 2-vel játszott kevesebben. És most van -2 közöttük. Az valami egészen elképesztő megint csak. Tehát, és akkor nekem kicsit ilyen, most már azért talán megénekeletlen hősnek nem lehet nevezni Serge Gnabryt, de egyre többet éneklik meg az ő tetteit, és hát nehéz, tehát tényleg Lewandowski után lassan talán az egyik, hanem a legfontosabb játékos elve válik ennek a Bayernnek támadásban mindenképpen, nem? Gnabry 4 éve még valami angol reserve csapatban játszott. Hát meg igen, amit vele kapcsolatban emlegetek, még ez Tony Pulis legendás nyilatkozata, hogy nem állt készen még arra, hogy a Premier League-ben futballozzon, aztán igen. Ehhez képest. Hát most... Az szerintem mindennél többet elmond az ő eredményességükről, hogy 15+9 gól. Soha egyetlen páros sem tudott 24 gólt rúgni egy teljes BL szezonban, egyetlen csapatban sem. Pedig ott, aki legtöbbeket rúgták, azoknak 2 meccse többjük volt. Pontosan most még ugye 3-mal úgy verték meg Ronaldót, meg Bélt. Hogy ők akkor még 3-mal több játszottak. Most, amikor a Bayern csak elődöntős volt, már... Ez meg most jut eszembe, hogy Gnabry ugye az a játékos, aki tényleg, hogyha például ugye Lewandowskival valami nehogy Isten történ, akkor ő az, akit ugye láttunk már a center pozícióban, meg hát nem beszéltünk tényleg Zirkzéről, aki nyilván a Bajnokok Ligájában nem mutathatta meg magát, de azért a bajnokságban ugye voltak egészen jó mérkőzései. Nyilván nem egy BL döntő fog lehetőséget kapni Hansi Flicktől, de hogy őt is érdemes ilyen szempontból megemlíteni, hogy voltak ilyen pillanatok is a Bayernnek. A 10. percben tételezzük fel. Kit játszottátok elő? Vagy Müller, vagy Gnabryt. Gnabryt, szerintem. Egyébként Gnabryt azért, mert van egy olyan egészen kivételes képessége, ami szerintem abszolút adottság. Tehát, hogy ez nem egy ilyen megszerezhető valami, hogy olyan higgadt tud maradni a kapu előtt, meg olyan szinten jó százalékban fejezi be a helyzeteit, még azokat is, amik nem is annyira helyzetek, ami szerintem nagyon-nagyon különlegessé teszi őt itt a nemzetközi foci életben. Ezt nagyon sokan kiemelték vele kapcsolatban, mint
mint valami különleges képességet, és hajlok arra, hogy ez olyasmi, ami keveseknek adatik meg. Én bevallom őszintén, ha rajtam volna, én Müllert választanám, és szerintem Flick pedig van annyira tökös edző, hogy beteszi Zirkzét. Hmm. Nyilván ne kerüljön erre. Ne kerüljön, nehogy sor kerüljön rá, mert nagy a baj. Ugye Lewandowski-nak ma van a születésnapja, soha nem nyert még Bajnokok Ligáját. Csak ez a nagy ez lehet a legnagyobb trófea, amit ő valaha megnyerhet pályafutása során, mert azért azt lássuk, hogy a lengyel válogatottal nem lesz világ vagy Európa bajnok. Szerintem neki ez lesz élete mérkőzése. Na és akkor beszéljünk az ellenférről is, meg egyáltalán legyen a Paris Saint-Germain eljutott ez így a... Már csak az is már aggasztóan kevés szó van a Paris Saint-Germain, és az ilyen mindig szokott idegesíteni, ami a Bayern ellen van. Érdekes, nyilván nekünk is beszélnénk egy kicsit azért magáról erről az elődöntőről is, meg az ellenfélről is, mert nekem azért egy picit a Lipcse csalódást okozott, még akkor is, hogyha meg óriási meglepetés volt a számomra is, különösen, hogy az Atletikot aztán le tudták gyűrni. Ennyi volt ebben a Lipcsében, vagy volt egyáltalán ennyi ebben a Lipcsében, mert tényleg én azt azért egyáltalán nem mertem remélni, hogy az Atletikóval szemben. Hát nyilván nem volt könnyed az a továbbjutás sem, lehet, hogy ott is az Atletikóról érdemes egy picit olyan szempontból beszélni, mint negatív meglepetés, de ha már ide jutott ez a Lipcse, akkor viszont arra nem számítottam, hogy ilyen sima lesz ez a kiesés a PSG-vel szemben. Érdekes egyébként, ezt tovább dobom felétek a labdát, hogy ugye Fabio Capello mondta az egyik olasz csatorna szakértőjeként, hogy neki Nagelsmannnak a testbeszéde nem tetszett nagyon, és ez szerint átsugárzott a játékosokra is, hogy ő abból indult ki, hogy egy kicsit elizgulta ezt a feladatot és ezt a döntőt maga Nagelsmann és a csapat is. Azt mondta Capello, hogy egy edző nem engedheti meg magának egy Bajnokok Ligája elődöntőben, hogy rágja a körmét. Meg az, hogy ilyen zakót vegyen föl. Hát ez a másik, amit akartam mondani, nem kell. Lehet, hogy Capello az öltönyire gondolt a testbeszéde alapján, mert az elég munkással mutatott rajta. Nézd, én azt gondolom, hogy egyrészt baromi könnyű lenne most 0-3 után bírálni Nagelsmannt. Fel lehet vetni persze olyan összeállításbeli furcsaságokat, hogy ki miért kezdett, ki miért nem kezdett. Volt ilyen. De szerintem itt az alapvető probléma az ott volt, hogy a Lipcse sokkal kevésbé merte, mert tudta játszani a saját játékát, de inkább sem is a mertére tenném a hangsúlyt, mint a Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ugyanúgy fölment és támadott le nagyon magasan, ahogy korábban. A Lipcse letámadása meg annyira harmadgyenge volt, hogy voltak olyan percek a meccsen, amikor azt számolgattam, hogy hány lipcsei próbálja meg letámadni a párizsi játékosokat, és aztán hány passza hozzák ki a párizsiak közöttük a labdát. Tehát baromi kevés találkozás volt a letámadó lipcsei játékosok és a labdát kihozó párizsiak között, ami lipcsei sikerre zárult volna. Ezt a minőségkülönbséget egyébként szerintem már nagyon jól lehetett látni a Paris Saint-Germain előző meccsén az Atalanta ellen is, ahol egy megint csak remekül letámad, vagy alaphelyzetben remekül letámadó, nagyon kompakt csapattal találkozott a PSG, és ott is, hát egyrészt ugye, szerintem ami fontos és kiemelendő a PSG-vel kapcsolatban, és itt a Lipcse ellen is én ebben láttam valahol a győzelemnek meg a sima továbbjutásnak a kulcsát, hogy képes volt csapatként funkcionálni, másrészt pedig azok a játékosok, akiktől ezt várhattuk is, mint például ugye Neymar, akár mind a két mérkőzést figyelembe véve, tudták hozni azt az extrát. Amilyen extrát se a Lipcséből, se korábban az Atalantából senkitől nem kaptál. Tehát, hogy, és egyébként, ha mondjuk a Bayernnek van valami miatt félnivalója, akkor az éppen az, hogy ebben a PSG-ben azért bizonyította egy-két játékos, hogy azt az extrát azt hozzá tudja tenni a mérkőzéshez. Ja, és ugye lesz azon a meccsen pár ember, aki extra motivációval lép fel, és most tényleg hagyjuk is a Di Maria, Mbappé, Neymar támadósort, mert az alap. De például Bernát helyzete az milyen lesz, aki már hát, most azt mondja, hogy hőne szembosszút kéne állnom, mert a francért csinálta azt, amit csinált. Vagy ott van Kimpembe, akit egy év a Bayern München meg akart venni, de végül is nem tudott, vagy nem akart, vagy nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni meg. Ott van Tilo Kehrer, akinek ugye kéne bizonyítani pont a Bayern ellen, hogy neki igenis helye van a német válogatottban. Ott van Marquinhos, aki
szerint neki nekem talán a legkellemesebb meglepetés az egész PSG-ből ezen a torna sorozaton. Ott van Ander Herrera, aki tudjuk, hogy milyen reputációval érkezett meg Párizsba. Nem azt mondom, hogy a világ legjobb futballistájaként most meg lehet alapozni rá. Oszon Tomás Tuchel szerintem is talán akkor a legérdekesebb az összes közül, nem? Hiszen azért még is csak rá. Játékosokról mertem beszélni, egyszerűen még nem akartam. De szerintem behetünk ebbe az irányba, mert ez talán a legérdekesebb tényleg. Tehát nyilván most az egy dolog, hogy egy korábbi dortmundi edzőről beszélünk, de egy német edzőről beszélünk a Bayern Münchennel szemben, ami önmagában is nagyon pikás, meg hát neki a személye, az a nem tudom, nimbus per kultusz, ami kezd kialakulni körülötte. És ne felejtsd el, ő is volt Bayern edzőjelölt. Sőt, majdnem így Bayern van. Edző is volt. És nem lett az. És emlékszünk még rá, nem volt olyan nagyon régen, amikor azt írta a sajtó, aztán nem vagyok benne biztos, hogy ez valós veszély volt Tuchel számára, de hogyha ott az Atalanta ellen elhasal a csapat, ami pár percen múlt, akkor már volt viszonylag kész forgatókönyv arra, hogy akkor hogyan cserélik le őt, és mi fog történni a Paris Saint-Germain-nél jövőre. Hát igen, ugyanakkor azt gondolom, hogy az Atalanta meccsen nyilván a PSG által ment tempónak, meg az Atalanta által vált öngyilkos tempónak a közös eredményeként a 70-80. Perc között úgy kihúzták a szelepet a PSG, vagy az Atalanta csónakjába, hogy pillanatokat leeresztett. És bevallom őszintén, hogyha van valami számítógép a közelembe, akkor Isten tudja, hányszor a szorzónál is rámertem volna tenni azt, hogy ez a Paris Saint-Germain megfordítja egy-egy után még a rendes játékidőben. Mondjuk izgultál volna a 89. percben még. Mondom, egy-egy után a rendes játékidőben. Ja, egy-egy. Ja, Ott meg sok idő már nem állt volna a rendelkezésedre, hogy megtedd a fogadást. Igen, tehát akkor a tempóbeli, meg erőbeli különbség volt, és én annyira sajnáltam ezt a szerencsétlen Atalantát, hogy Ilicic nem volt az elejét, Papu Gomez kiszállt, és ez elég volt nekik. Tehát náluk, ők nincsenek olyan szélesek, mint ezek az európai elcsapatok keretet illetően. Igen, csak az, tehát hogy itt visszatérjünk a Paris Saint-Germainre, és ott az Atalanta meccsen szerintem ez kiválóan kiderült, hogy meggyőződésem, hogy úgy küldte pályára Neymart meg a Paris Saint-Germaint Thomas Tuchel azon a meccsen, hogy miután azért nagyon sokat játszik egy az egyben az Atalanta, és egyébként a Lipcse ellen is nagyon hasonló volt a helyzet, ezért ahhoz, hogy mondjuk létszámfölényes helyzeteket dolgozzanak ki, ahhoz le kell venni cselekkel, ugye túljutásokkal, vagy nem tudom, ez a tékant hogyan kell magyarul fordítani. Ezt hogy fordítjuk? Egy az egyben. Segíts. Nagyon sok egy az egyezéssel kell olyan létszámfölényes helyzeteket kialakítani, amiket egyébként Neymar tökéletesen megoldott mind a kettő mérkőzésen, és ezt nagyon sokan szerintem hibásan valami öncélú hülyeségnek gondolják, hogy ő ezeket felvállalta, és hogy ezeket ilyen számban, ilyen mennyiségben a pályára tette, de hát szerintem itt ez nem erről szólt. És egyébként egy ilyen szituációnak akár a Bayern elleni döntőben is kulcs szerepe lehet. Tehát, hogyha a támadásban létszámfölényes helyzetet tud kialakítani a Paris Saint-Germain, ami azért előfordulhat, és előfordult például a Lyonnal is kétszer ezen az elődöntőn, akkor ott azért megvan a minőség a Paris Saint-Germainben, hogy... Ez így van. És már bocsánat, nem Tolkoja Kambinak kell befejezni az akciót, anélkül, hogy rá akarnék szállni szerencsétlenre. Hát azért mondjuk a befejezésekkel Neymarnak is meg voltak a problémái, de látod, hogy tud segíteni egy Choupo-Moting is, hogyha bajban van a Paris Saint-Germain. Igen. Nem véletlenül állt fel Kán a meccs utáni vacsorán, hogy srácok, oké, de ennyi labdavesztés nem fog beleférni a Paris Saint-Germain ellen. Meg ennyire furcsa helyezkedések. Tehát az, hogy... furcsa, igen, ez jó. Nem tudok ennél szerve. A szar. Igen, úgy is mondhatnám, de valóban. Tehát, és igen, ezért sem szabad kockáztatni sem Pavárral, sem Zülével, nincsenek játékban. És ez nagyon látszott. És ez bármelyik ellen, akár Di Maria, akár Mbappé, akár Neymar ellen, ez halálos ítélet lenne. Igen, hogyha itt Lewandowski-val kapcsolatban azt mondtuk, hogy azért ugye neki is egy fontos lehetőség, hogy megszerezze ezt a trófeát. Nyilván Neymarnak olyan szempontból érdekes ez, hogy most
teljesülhet be az, amiért őt Párizsba hozták, és ha itt arról beszélünk, hogy miért játszott úgy, ahogy ezeken a meccseken, akkor nyilván az is benne van, hogy ezért is hozták őt Párizsba, tehát nyilván nem is nagyon van most hasonló játékos jelen pillanatban szerintem a világban, az elit futballban legalábbis semmiképpen, aki ennyire felmerné vállalni ezeket a cseleket, ezeket a megoldásokat, amiket láttunk tőle, főleg ugye az Atalanta elleni meccsen, valahol ezért is hozták őt viszont Párizsba, hogyha ezen felhúzza az ember egy kicsit a szemöldökét, igen, tehát hogy egyrészt az ilyen játék miatt is, meg azért is, mert ő ugye tényleg ilyen minőséget képvisel, és ezt tudjuk vele kapcsolatban, csak nagyon régen nem láttuk már ugye ilyen mérkőzéseken, hiszen az utóbbi években nem nagyon adatott meg neki az, hogy játszhatott volna mondjuk a legjobb 8 között a Bajnokok Ligájában. Én nem akarom elvitatni Neymar érdemeit, mert tényleg zseniális futbolista, meg minden ilyesmi. De nekem sokkal több bajom van vele az miatt, hogy ő mindig nagyon meg akarja mutatni, hogy neki valami mennyire fáj, amikor még már csak ránéznek. És ez engem végtelenül idegesít, hogy, érzékeny. Hogy ilyen fajta pszichológiai hadviselést is akar folytatni, nyilván elsősorban nem az ellenfél játékos, hanem a játékvezető felé. És erre kap egy olasz bírót ez a meccs a döntőre. Aki ellen a Bayern Münchennek, amúgy sincs neki jó emlékei, mert a Liverpool elleni bukta az ellen, az vele volt. Ugye 2019 vagy Orszától lesz ugye a bíró majd. De nem akarok bírózni. Én azt gondolom, hogy ki tudom azt mondani, hogy a Paris Saint-Germain is megérdemelné a BL győzelmet. Mert Tuchelnek sikerült egy irányba állítani viszonylag sok hülyét. Ha az individualistát most tudom ezzel helyettesíteni. Sikerült megoldani neki olyan problémákat, amiben az elődei elbuktak. De nem most nyerjék meg az első bélet. Itt egyébként egy gondolat csak arra, hogy ki lesz a bíró, ugye Orszátot választották végül, úgyhogy akkor, amikor még a legjobb négy mezőnye kialakult, akkor mindenki azt gondolta, hogy Mateu Laoz lesz a spanyol csapatok kiesése miatt. Azért ezt vald be, Ati, hogy nem biztos, hogy annak jobban örültél volna annak a választásnak. Bevallom őszintén, nem nagyon szeretem a latin bírók működését. Nem volt más opció, vagy spanyol, vagy olasz. Igen, tudom, de ha... Jó angol bíró még lehetett volna. Olyan nincs. Tehát én jobban szeretek ilyen jellegű döntőnek északi bírót adni. Igen, pont ez jutott eszembe Mateu Laozról, hogy spanyol bíró kellett volna a legkevésbé olyan szempontból, hogyha már tényleg itt arról beszélünk, hogy Neymar a saját, nem tudom, színjátékát hogyan akar eladni, mert Laoz meg egyáltalán a spanyol bírók azért alapvetően inkább bevők ezekre a dolgokra. Az én meglátásom. És azért lássuk azt is be, hogy van pár két kézzel jelentkező ember, aki úgy tud szemben állni Neymarral, hogy minden eszközt meg tud ragadni, hogy megállítsa. És tud olyan faltot elkövetni, amit Neymar meg tud mutatni, hogy ez neki mennyire fájt. És abból tud baj lenni. Ha egyáltalán fal. Szerintem igazságtalanok vagytok egy kicsit Neymarral e tekintetben, mert valóban, tehát hogy én azt elfogadom, amit mondtok, hogy ő szereti mutatni, hogy mi mennyire fáj neki, de ez is mind abból az attitűdből fakad nála, hogy amire, és itt Ádi gondolatmenetére rácsatlakozva az előzőre, hogy amiért oda vitték őt Párizsba, hogy ő legyen főszereplő, legyen ő a rockstar, a frontember, aki kiáll a közönség elő, meg stage divingol, hogyha éppen arra van szükség. Ő minden tekintetben ennek meg akar felelni ennek a kívánalomnak. Akkor, amikor rosszul megy a Paris Saint-Germainnek, akkor úgy érzi, hogy neki kell megnyernie a meccset, mint ahogy egyébként ez érezhető volt az Atalanta elleni meccsen. Akkor, amikor őt bántják, akkor azt is háromszorosan felnagyítva mutatja egész egyszerűen a jelleméből, és szerintem, és itt jön a lényeg, a feladat köréből ez fakad a párizsiaknál. Mondom, nem vitatom el tényleg a képességeit, az sem, hogy ez azért sokkal inkább az ő csapata, mint bárki másé, még egy Mbappéval az oldalán is, aki azért nyilván francia csapatban, francia, nyugodtan mondhatjuk, hogy világsztárként, akár magának is vindikálhatná ezt a szerepet. És tényleg Neymar baromira megérdemelné, hogy az ő nevéhez is kötődhessen a Paris Saint-Germain történelmi sikere. De azt azért inkább akkor nyerje már meg valami Manchester City, vagy Real Madrid, vagy bárki más ellen, csak legyen már meg az a 21. győzelem zsinórban a Bayern. Ami azért szintén egy
agyament szám. Tehát az, az nem normális. Nem tippeltünk az eldöntőre sem, de akkor ezt is tegyük meg így szerintem lezárásképpen. Erre se tippeljünk? Csak tippeljünk mind a kettőre inkább, én erre gondoltam. De Atti azt mondta, hogy Sevilla fog nyerni, nem? Igen, mit mondasz? Én Inter győzelmet mondok, és Paris Saint-Germain-t. Az eldöntőben abszolút az Intert érzem győztesnek, a B eldöntőre nagyon nehezen mondok bármit. Lehet, inkább szerintem lehet, hogy a szívem meg a munkahelyi elkötelezettségem mondhatja azt, hogy a Bayern fogja megnyerni a BL döntőt. Figyelj, akkor írjuk alá 2-1-et. Itt is, meg a pályán is. Két Lewandowski góllal, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre akkor mindenkinek ezúton is kívánunk jó szórakozást, mind az Európa Liga döntőz, mind a Bajnokok Ligája döntőz, és azt is megmerjük ígérni, hogy jövünk a jövő héten is. Attilának meg nagyon szépen köszönjük, hogy segített nekünk, és elbeszélgetett velünk itt az elmúlt hét eseményeiről. Nem merünk ígéretet tenni arra, hogy egészen pontosan mikor jelentkezünk legközelebb, de jönni fogunk, úgyhogy addig is köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!